Lukács evangéliumának 10. fejezetének első 9 versét olvassuk. Lukács evangéliumának 10. fejezete, 1-től 9. versig. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Menjetek el, ímé elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsétek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször azt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békesség, ha pedig nem, reátok szám vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és ezt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek, gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik. Elközelített az Isten országa. Drága Úr Jézus! Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, és köszönjük, hogy szólítasz és motiválsz bennünket. Kérlek, hogy hadd tudjuk meg is érteni a te ígédet, szólíts meg bennünket, és adj üzenetet ma számunkra. Így kérek áldás Zsoltnak a prédikációjára is. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérem, és a gyerekeknek akkor elkezdődik a foglalkozásuk, illetve nekik is folytatódik. Majd az úrvacsorában szintén visszakapcsolódnak hozzánk a nagyobbak. Tessék, felsősöknek nincs, igen, ők itt vannak velünk. Ez a kicsiknek vonatkozik, a kisebbekre. Hát kedves testvéreim, kedves barátaim, az év, amely már elkezdődött, nem csak előttünk áll, hiszem azt, hogy nem csak azért különleges, mert hát minden év különleges, ami elkezdődik, hanem valahogy azt is érezzük, hogy Isten azt, amit elkezdett, folytatni szeretni az életünkbe bennünk is, és ennek sok áldását, csodáját átélhetjük majd. A tanítványá formálódás éve nem, mintha az elmúlt éveknek nem az lett volna a célja az Isten oldaláról, de ezt most a szívünkre is hegyezte, hogy ez különösképpen előttünk legyen, és megértsük azt, hogy miért is vagyunk itt a Földön, mi a feladatunk, a szolgálatunk ezen a Földön, miért születtünk, és Isten mit tud kihozni ebből? Amellett, hogy nekünk is vannak elképzeléseink, látásaink ezzel kapcsolatban. Az egyik nehézség az, hogy bármikor, amikor Isten kezébe kerülünk, közelébe kerülünk, érezzük ennek a megtiszteltetését, de egyben ez olyan félelmetes is. Mózes már előkerült van, legalábbis így említés szintjén. Amikor Isten megszólította őt, hogy a népe vezetője legyen, akkor nagyon érdekes a reakció, hiszen az első nem az volt, hogy Uram, de jó, hogy végre rájöttél, hogy én lehetek majd a nép vezetője. De jó, hogy eltelt ez a 40 év, fölkészültem, és most felkészülten megtehetem azt, amire te fogsz engem biztatni. Abszolút nem ezt látjuk, hanem pont az ellenkezőjét. Úgy érzi, hogy hát mindenki mehetne, de ő nem. Pedig az Isten egyértelműen őt szólította meg, őt választotta ki. Mózes második könyve 4. rész 13. versében szó szerint elébb mondja, hogy küldjél valaki mást, Uram. Kélek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Pedig ő kapta a megszólítást, ő kapta a meghívást. Mégis ez az érzés volt benne, hogy ez nem neki való. Ő erre képtelen, ez lehetetlen az életére nézve, ott élt a pusztában már 40 éven keresztül, előtte ugye elítélték, el kellett menekülnie a fára udvarába, és most visszatérni, egyáltalán ebbe az egészbe belenni, nem jobb lenne, hogy egyszerűen csak élni tovább a kis életemet, vagy az életünket. Sokkal könnyebb lenne anélkül, hogyha úgy nem kéne ezekkel foglalkoznom. Mégis Istennek csodálatos terve van. Hát nagy baj lett volna, ha Mózes életéből kimarad ez a szakasz. Nagy baj lett volna, ott marad a pusztában, gyerekei születnek, unokái születnek, és leéli a kis életét. Az is lehet, hogy egy igazán értékes élet lett volna. De mi minden kimaradt volna belőle, ha nem engedelmeskedik akkor?
Persze a kifogások, a nehézségek, akkor is ott voltak, kimondta ezt az Úr előtt, és egyáltalán nem volt baj, hogy ezeket elmondta. És azt hiszem, hogy ha bármikor Isten megszólít bennünket, akkor lesz egy ilyen rész is. Tudom, hogy hihetetlen, de még most is úgy van, hogy legszívesebben elmenekülnék az elől, hogy kiálljak és prédikáljak. Elmenekülnék messze. Mert annyira érzem és tudom azt, hogy mit jelent az Isten kezébe lenni. És csak azért merek ide állni elétek, nem csak itt, hanem bármihol máshol is, mert tudom azt, hogy az Isten helyezte rám ezt a terhet, ezt a felelősséget. Nem érzem 30 év után sem felkészültek, sem alkalmasnak magamat. És nem hiszem, hogy egyébként tanítványként azt fogják érezni bármikor, hanem inkább mindig bennünk lesz egyfajta éhség és egyfajta szomjúság arra, hogy még tanuljunk, hogy az Istent egyre jobban megismerhessük. És nem olyan nagy baj, hogy ezt érezzük, hogy mennyi nehézségünk van, és mennyi hiányosságunk. De azt tudnunk kell, valahol a szívünkbe bele kell írni, hogy arra lettél teremtve, azért születtél, hogy Jézus tanítványa legyél. Erért születtél meg erre a földre. Nem másért, hanem ezért. Sok minden más van, amit elővehetnénk, hogy miért születtél meg, miért vagy ezen a földön, de ez az első, amit az Isten tervébe benne van, nem? És ez nem akkor lett, amikor megszülettél. Még csak nem is akkor, amikor Jézus meghalt, érted. Hanem azt írja a Biblia, hogy már a világ teremtéseitől kezdve. Így lett teremtve ez a világ. És a te életed és az én életem megszülettél, és Jézus nem csak elhív, az már a következő lépés, hanem hogy ez az életednek az egyik fontos célja. Lukács evangélium 9. rész 59. versében azt mondja valakinek Jézus, hogy kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Van, amikor megértjük azt, hogy Jézus erre hív, hogy kövessük őt, legyünk a tanítványai, de vannak még fontosabb feladataink ennél. Vannak fontosabb, sürgősebb, számunkra érdekesebb feladatok, olyanokat, amik úgy érzünk, hogy nagyobb elvárás van felénk, hogy azokat megtegyük, de igazából tudni kell, hogy erre születtél. Nincs ennél nagyobb, dicsőségesebb, fontosabb elhívás. Ez nem majd kell megtenni, hanem most. Amikor hallom és értem azt, hogy Jézus azt mondja, hogy kövess engem, akkor ott van az idő. Kifogásaim lehetnek, de azokat kell átértékelni, hogy mi az igazán fontos számomra. Hagyd a kifogásokat másra. Ne azt, hogy az Úr mást válasszon helyetted, hanem a kifogásokat hagyd másra. Lesznek úgyis emberek, akik mindig találnak majd kifogásokat. A legnagyobb kérdés, hogy biztos-e az, hogy ezért születtél. Hogy erre teremtettél, hogy Jézus tanítványa legyél. Hogy kövesd őt, értsd a szavát, és engedelmeskedj neki. Megtanult, mit jelent itt a földön Isten gyermekeként élni, hiszen ez a tanítvány. Biztos vagy-e benne? Ez legyen a szívednek a egyik nagyon fontos kérése, ha ebben nem vagy biztos. Azt mondja az ige, hogy ez úgy működik a szívünkben, hogy a Szentlélek a szívünkbe tudja írni azt, hogy az Isten a mi atyánk. Az Isten szeretetét, és azt, hogy arra születtél, hogy az ő gyermeke legyél, hogy Jézus tanítványa legyél. Ezáltal merjük ezt kimondani, nem önmagunktól, hanem azért, mert az Isten így döntött, és ebbe beleszülethettünk a Szentléleken keresztül, a Szentlélek munkáján keresztül. Ez az, amit békességetre kell jutnod. Amíg békétlen vagy, hogy miért élsz a földön, mi a feladatod, addig mindig más célokat fogsz keresni. Ebben az egyben meg kell nyugodnod, még ha sok mindenre nem tudsz választ adni, de arra, hogy azért születtem, azért adott életet a mennyei atya, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyek. Ő is ezért jött el, ezért adott nekem életet. És ez az élet nem egy más párhuzamos élet, hogy van egy úgymond vallásos, keresztény életünk itt a gyülekezetben, bizonyos programokban részt veszünk, és az is jó dolog, mintha egy klubnak a tagja lennénk, mondjuk sportolnánk, és rendszeresen elmennénk, van egy hétköznapi életünk, és van egy olyan, amit a klubba töltünk, vagy a
barátainkkal, az Isten országa nem ilyen, és a tanítványi lét sem. Ez nem egy párhuzamos világ, hanem maga az élet. Ehhez csatlakozik minden más. Ez az életed, az, hogy betöltsd ezt az elhívást, ezt a küldetést, ezt a szolgálatot. A hegyi beszédnek az egyik nagyon fontos összefoglalja a Máté Evangélium 6. rész 33. versben, hogy ez az, amit először érdemes az életünkbe keresni. És minden más, a megélhetésnek a gondjai, a problémái, hogy nézek ki, van az egészségemmel, a családommal, mindennel, ami tényleg fontos az életben, az ezekhez kapcsolódik, és nem fordítva. Hogy van az életem, és annak van egy kis doboza, az a hitem, a vallásos életem. Hanem fordítva, az életem maga az, hogy az Isten kezébe lehetek, és minden más az egy kis doboz lehet az életbe. Ez maga az élet. És fölteheted, és föl kell magadban tenni a kérdést, mert ezt te tudod megválaszolni a saját életedre, mert te is adsz számot ezért, hogy tényleg ennyi az élet, ami most benne van, amit most megvalósítok, amit most megélek. Ennyi, és erre születtem, és tényleg Isten ennyit akart kihozni belőle? Mert ha igen, és ezt örömmel mondod, akkor adj nagyon hálát, hogy az ő kezébe lehetsz. Hogy azt teheszed, amit kell. Hogy ezen van békességed. Folytasd akkor. Tedd bele magad, és tanulj még többet, és folytasd. De úgy érzed, hogy van ennél több, amit az Isten ki tudna ebből hozni. Nem te, hanem az Isten ki tudna hozni, akkor ne nyugodj meg. Akkor menj tovább. És keresd ezt, hogy az élet az teljes legyen. Ne csak félig, meddig legyen Krisztus az életedben, vagy Krisztus követője, hanem teljesen. Ez legyen az életed. Mert erre születtél. Ezért teremtettél. És ezért halt meg Jézus Krisztus. Ezért fizette az árat. Ezt fogjuk megköszönni. Nem kevés, ennél kevesebbért, hanem ezért, hogy neked igazi és teljes életed lehessen. Nekem és neked is. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy az életünk egy ilyen porba írt élet legyen. Hogy porból lettünk, porrá lettünk, és csak időkérdés, hogy a szél, a víz mikor mossa el majd az emlékedet. Egy porba élt élet, ami semmi nyomot nem hagy évszázadokkal később, semmi jelentősége nincs, hogy éltél vagy nem éltél. De ez nem így van, hiszen nem erre születtél. Nem arra, hogy egy porba ílt életed legyen, hanem olyan, ami bele van vésve az Isten tenyerébe. Egy olyan, ami ezt a képet használva, egy kősziklába, mennyei kősziklába van beleírva, vagy belealapozódva. Megint csak a hegyi beszédre hivatkozva, a végén Jézus egy nagyon érdekes példát hoz ezzel kapcsolatban, hogy milyen is az életünk. Ezzel kapcsolatban Máté 7.24-től, ez a szikla és a homokra, ő az építkezést hozza ez a homokkal és a sziklával. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló bölcsember ez, aki kősziklára építette a házát. Jött az ápor, jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló bolond ember ez, aki homokra építette a házát. Ömlött az ápor, jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Ez a homokra írt élet. Ennyit ér. Egy idő után teljesen eltűnik. Semmi nem marad belőle. De nem erre születtünk. Még csak nem is arra, hogy emberek sokáig emlékezzenek ránk, hanem az, hogy a mennyben fönn legyen írva a nevünk, és mi magunk is Istennel együtt, a mi családunkkal együtt ott legyünk. Ez a két élet van. Ebből viszont nincs, nem lehet másik út. Vagy Jézus útja van, az ő követése, az ő tanítványi lét, vagy az, hogy ezt kihagyom, és egy porba írt élet leszek. A Máté Evangélium megint csak 6. rész 19. 20. versét még mindig a hegyi beszédből ízvésbe azt mondja, hogy ne olyan kincseket gyűjtsetek, amit itt a földön érték, de aztán porba hult, porba írt érték lesz. Azt mondja a 20. versben, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol
nem lehet eltörölni, ahonnan nem lehet kitörölni. Mit kell tennem ehhez? Hát nem az, hogy valamit kitalálok, hogy ezt vagy azt csináljam. Még csak nem is azt, hogy önhatalmulak elkezdjek valamit csinálni, hiszen a tanítványi lét pont azt jelenti, hogy valakitől tanulok, és a tanítványság azt jelenti, hogy Krisztustól tanulok, az Úrtól tanulok. Még csak nem is emberektől elsősorban. Emberek segíthetnek ebben, és lesznek segítségünkre. Isten azért küldött testvéreket. De nem az, hogy az Úr fog tanítani. Hogy az Úr tanítványa lehetek. Ő az, aki kiválasztotta a tanítványait, ő küldte el őket. Ez az Istentől van. Ez nem saját magam felhatalmazása, nem a saját magam kitalációja. És ez a biztonság, hogyha ezt ő találta ki, már pedig ő, akkor nem kell félnem, hogy ezt majd elrontom. Ő nem tudja elrontani. Én legfeljebb az engedelmességet tudom elrontani, de az nem, hogy mit találja ki. Hogy mit kell nekem tennem, mi a feladatom, mert tőle van. És azt olvastuk, hogy kiküldte a tanítványait, a Lukács 10 első versében azt olvastuk, hogy elküldött tanítványokat, most 72-t kettesével, most nem is nézzük ezt vissza, de a következő versben, azt mondja Lukács 10. rész második versében, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A tanítványság az maga egy közbenjárás. Ha komolyan veszem azt, hogy Jézus követem, az egész életem valamiféle közbenjárás lesz. De miért van erre szükség? Hát Isten nem még úgy tesz, ahogyan akar. Mi köze van ennek ahhoz, hogy én bármit is imádkozok, kérek? Hát úgyis az lesz, amit Isten tervez. Isten nem így döntött. Megtehette volna, hogy azt csinál, amit akar, van joga rá, senki sem kérheti számon, hogy az Isten mit csinál. De ő eldöntötte, hogy mit tesz. Azt mondta, hogy azt fogom megmenteni, és úgy tudodak megmenteni, hogy elfogadod Jézus Krisztust, és az ő tanítványa leszel. Hiszen ezért fizettem meg az árat. A közbenjárás az itt egy felhívás, egy parancsa az életünkre. Azért, mert ez az én élő áldozatom, ami a mennyei családomhoz köt. Ez az az élő áldozat, az én közbejárásom, a tanítványi létem, az életem, az, hogy Jézusnak engedelmeskedek, ami a mennyei családomhoz köt. Ez az életemről szól. A Római Levél 12. rész első versében többször előkerült a gyülekezetbe is, erre hív föl a lélek, hogy szálljuk oda magunkat, azt mondja, az egy okos Isten tisztelet, de közben ott van, hogy élő és szent áldozat, az, amely összeköt az Istennel, amely hozzá kapcsol. Hogy értsük jól, miért van ez szükség, azért, hogy imádkozom, hogy a te részedet is felfedezd, megkapd, átvedd. Nem arról van szó, hogy most az Isten mit tesz, vagy mit nem, hanem amit neked készített az Isten, és itt nem csak úgy a te ajándékaid tekintetében, hanem itt szóba került abban, hogy ki mindenkit érhetsz el. És visszatérve Mózeshez, emlékezünk, hogy hány ezer, százezer embernek az életét befolyásolta az, hogy engedelmeskedett az Istennek. Pedig kifogásai voltak, jogos kifogásai. De mégis elindult. Mégis Isten kezébe tette az életét, az Úr tanítványa lett abban a tekintetben, és elkezdett közben járni. Az élete az lett, hogy az Isten és azok között, akiket neki adott az Úr, ott állt. És volt, amikor azt kellett mondani, Uram, vedd el az életemet, mert én ezt nem bírom tovább. De Isten mégis megajándékozta. Még akkor is, amikor talán gyenge volt. Azt mondta Jézus, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. A közbenjárás, amikor tanítvány vagyok, és nem csak az imádságot nevezném közbenjárásnak, ha bár itt erre hív fel, hogy kérjétek az aratás után, azt jelenti, hogy elkezdem látni, ami szemmel láthatatlan. Vagyis, hogy az aratnivaló sok. János Evangélium 4. rész 35. versében valami ehhez hasonlóra hív fel bennünket Jézus, azt mondja, hogy vagy nem ti magatok mondjátok, hogy még 4 hónap és jön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az oké, hogy a mindennapi életben értjük az összefüggéseket.
látjuk egy búzamezőnél is, hogy érett, vagy még csak most zsendül. De hogyan látom ezt magam körül, a világban, a környezetemben? Hogyan merem azt mondani, hogy érettek a mezők az aratásra? Hát nem is nekünk kell kimondani. Nem azt mondja, hogy mondjátok azt, és akkor majd az így lesz. Hanem maga Jézus mondta ezt ki. Úgy gondolja, hogy itt van az idő. 2000 éve folyamatosan itt van az idő az aratásra is. A vetésre is természetesen, a más fajta munkára, de az aratásra is. Látni a láthatatlant. És tanítványként ezt kezdem el meglátni. Azt, amit egyébként nem tudnák látni, hogy mit látsz a környezetedben. A családodban, a munkahelyeden, a szomszédaid között. Emberileg egy csomó problémát fogunk látni. Probléma halmazokat, megoldási dolgokat, olyanokat, amik nehézséget okozhatnak. Elsősorban azokat az embereket fogjuk látni, akik nehézséget okoznak számunkra, mert azok fájdalmasak. Egyébként mindenhol így van. Nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy azokra is fordítsunk időt, energiát, akik egyébként nem problémát okoznak, hanem pont ellenkezőleg segítik az életünket, hogy nehogy arra koncentráljunk, ami nehéz. De ezeket látjuk meg emberileg. De vajon túllátsz-e ezen Jézussal, és látod-e azt, hogy ez nem csak egy probléma halmaz, ami körülötted van, a családban, a munkahelyen, hanem ez egy lelkimező, amit Krisztus készített elő. És neked is, vagy másoknak is van ebbe feladatuk, szerepük. Ez egy látás. Nem egy távoli dolog, amit meglát, hanem az, ami most van a környezetedben. Évszázadokon keresztül mindig el lehetett mondani, hogy micsoda gonosz világ van. Ja, mert régen valahol éppen azt lehetett olvasni, hogy micsoda gonosz és rossz az új nemzedék, a következő generáció, és hogy mennyire nem lehet rájuk számítani. És amikor utána olvastunk, kiderült, hogy ezt több mint 2500 évvel ezelőtt írták. Mert minden generációban hasonló dolgok elő fognak kerülni. Csak legfeljebb mi magunk újnak érezzük, mert itt vagyunk. De az, hogy Isten mit akar végezni, azt csak vele együtt fogom látni. És lehet, hogy tele van a világ gonoszsággal, mert ezt is nyilvánvaló. Ráadásul az ige folyamatosan beszél, csak magamra kell nézni, és már is látszik, hogy mennyi rossz dolog van bennem. De aznak látni, hogy Isten munkálkodik. És ebben része van másnak is. Látni az érett mezőket. Az aratni való sok. És a másik része azt mondja, hogy a munkás az meg kevés. Miért? Mert a munkás az, aki feladatát végzi, aki dolgozik. Nem az, akinek annak hívják, hogy egy általában bármilyen munkahelyen is vannak a valódi dolgozók, és vannak, akik munkások csak, vagy legalábbis van valamilyen szerződésük. De igazi munkát nem végeznek, és mások végzik helyettük. Ezt általában egy munkahelyen a pénzt fizetnek, elég hamar kiderül, mert senki se szeret mások helyett dolgozni. De az Isten országa, mintha mégis nagyon sokan ebben bíznának. Hogy lehet csak úgy a nevemben kereszténynek lenni, de fölvállalni a feladatot, azt, hogy mit jelent tanulni, tanítványnak lenni, mit jelent az Istennek a szolgálata belenni, azt nem szeretném. Ebből van kevés. Nem véletlen, ez nem mai modern dolog. Ugyanúgy Jézus idejében ez valóságos volt. Hogy sokan szeretnének részesülni a jóból, csak kevesen akarják fölvállalni azt, hogy mivel jár ez együtt. Erre az odaszánásra, a tanulásra, a tanítványságnak a folyamatára. Lukács 6.46-ban olvassuk ezzel kapcsolatban. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? És akkor milyen az életem? Ma ez nagyon természetes dolog, hogy leülünk a tévé előtt, és nézzük, hogy nézők leszünk. És nagyon élvezzük ezt, hogy csak hátra kell dőlni, és mások elkészítették azt a filmet, azt a műsort, és akkor mi csak megnézzük. Bennünket nem közönségnek hívott el, nem egy kényelmes fotelbe, hogy hátra dőljünk, és megnézzük azt, hogy mások mit készítettek el, és mi úgymond csak élvezzük ennek.
nem egyszerűen szurkolók vagyunk, hanem a csapat részei. Azok, akiket Isten megszólított és behívott az ő családjába, az ő munkájába, az ő csapatába. Nagyon sokféleképpen beszél erről a Biblia, de része lehetek. És ez is a tanítvány létnek, mint a közbenjárásnak a része. Elküldte a tanítványokat Jézus, de közben már azt kérte, hogy imádkozzanak az atyához, hogy küldjön munkásokat. Mert akkor értik meg, hogy az ő saját szolgálatuk, életük, feladatuk is mennyire fontos. Hogy még szükség van erre, és hogy ebben lehetsünk. És aztán folytatja a 10. rész 3. versében, amit már múlt alkalommal is erőkerült, ez a bárányok és a farkasoknak a kérdésköre, menjetek el, elküldelek titeket bárányokként a farkasok közé. Na ez egy lehetetlen küldetés. Ez nem normális, egyébként meg egy báránynak tényleg lehetetlen, meg nem tudja megvédeni a magát, kiszolgáltatott teljesen. Ez egy lehetetlen küldetés. Azt látjuk, hogy mégis Istennek ez a terve velünk, veled. Ez a terve a tanítványokkal. Menjetek el, mint farkasok közé a bárányok. A Márk evangélium 10. rész 27. versében olvasunk ezzel kapcsolatban. Márk evangéliuma, nem a Lukács. Majd, hogy hogyan is lehetséges ez, vagy egyáltalán lehetséges ez. Márk evangélium 10. rész 27. vers. Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ez a történet egyébként arról szól, hogy van egy gazdag ember, aki nagyon vallásos, és úgy tűnik, hogy ez nem elég ahhoz, hogy Jézus Krisztus kövesse. Vagy túl sok hozzá. És megröködjenek a tanítványok, hogy ez hogyan van. És akkor azt mondja, erre mondja Jézus, hogy az embereknek lehetetlen, Istennek nem. Az Isten meg tud még egy gazdag embert is szólítani, és még téged is. Át tud formálni. Ami lehetetlennek tűnik, hogy bárányként legyél a farkasok közél, és ne farkas törvényeket alkalmazzál te is, az vele együtt lehetséges. Nélküle viszont tényleg lehetetlen. És nem is baj ez. Mert akkor nem fogok olyat megtenni, amit saját erőmből akarnék, vagy próbálkoznék. És nagy kérdés, hogy hol vannak a te farkas csordád? Hol vannak azok a farkasok, ahova téged küld az Isten? Ahova semmi, de semmi kedved enni. Mert bántani fognak. Vagy legalábbis nagyon félelmetes ez a küldetés. Kik azok, akik számodra ezek, vagy melyik terület? Ezt nem én tudom megmondani, de hogy Jézus ezt mondta szó szerint a tanítványoknak, az biztos. És hogy a tanítványi léthez ez hozzátartozik, ez a lehetetlen küldetés. Kik azok, akiket annyira nem szeretsz, hogy nem csak gyűlölsz, hanem félsz tőlük. És kiderül, hogy talán közöttük is van feladatot, küldetése. Nem lenne egyszerűbb tényleg bárányokat a bárányok közé küldeni? Hát ott a helyük. Ott jól el vannak. Úgy tűnik, hogy nem ez a képet használja tovább. Ha bárányok is lettünk, ahogyan Jézus Krisztus is, a farkasok közé ment. Látszólag széttépték, látszólag megölték, valójában pedig az életet nyerte meg. És azt a dicsőséget, amit senki más ellen vehet tőle. És igen, át tud úgy formálni az Úr. Olyan erőt adni a szeretet, ami semmi más. Szintén a hegyi beszédben olvassuk, amikor Jézus azt mondja Máté 5:44-45-ben, hogy az ellenségek, a farkasaink, és nagyon érdekesen kezelhetők, talán azt is mondani, legyőzhetők. Nem mindig fizikailag. Azt mondja, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Mert ezt teszi a jó atya. És 45. versben ez így folytatja, hogy így a mennyei atyátok fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Értjük, hogy miért a tanítványi létez? Megtanuljuk Istentől, hogy ő hogyan működik, és ugyanezt megtesszük. De ez tényleg egy ilyen kiszolgáltatott lét, egy lehetetlen küldetés, csak Istennel együtt lehet. Ne
az akolba akar élni, a védett helyen. Szükségünk van a gyülekezetek, szükségünk van az ünneplésre, szükségünk van arra, hogy Isten tápláljon bennünket, de a feladatunk mégiscsak az, hogy őt kövessük, és azt a szolgálatot betöltsük, amire elhívott bennünket, hogy tudjam, hogy mi a feladatom és a szolgálatom. És ez azt, hogy megtaláljam benne a békességemet. És ezt a békességet hordozni tudjam, és építeni. Azt mondja, hogy Jézus a tanítványának, hogy ha bementek egy házba, ez legyen az első, hogy ezt a békességet arra házra kiárasszátok. Köszöntsétek azt, hogy békesség nektek. Vagyis hát ott héberül azt mondták, hogy sálom. Hogy ez a békesség, az Istennek ez a békessége, ami bennetek megvan, az megnyugodjon házon. Folytatja azt is, hogyha ez nem nyugszik meg, akkor visszaszárhátok. De ti ezt képviseljétek. Ezt a fajta békességet. Nem biztos, hogy mindenki ezt elfogadja. Nem biztos, hogy mindenki ezt értékeli elsőre vagy másodikra. De békességet találni Jézus Krisztusban kell, lehet, és vele együtt lehet ezt megélni. És ez az, ami a szívedben kezdődik. Hogy először megbékülsz a mennyei atyával. És az úrvacsorában ezt fogjuk megünnepelni. Ezt a békességet. Ezzel kezdődik a tanítványi lét, ezzel folytatódik, és így tudsz békességet mondani. Hogy nem feszültséget szítani a családban, vagy akármi más helyen, hanem Jézussal együtt valamilyen megoldást hozni, ami nem emberi. És ennek a hátterében van, hogy imádkozz azokért, akik a farkasaid. Hogy Isten mit akar ebből kihozni? Miért küldött téged a farkasok közé? Miért akarja, hogy ott legyél, mint egy áldozati bárány szinte? Ha csak ennyit látok Isten nélkül, akkor tényleg áldozati báránynak érezhetem magam. Ha már azt látom, hogy volt egy áldozati bárány, nem én leszek az. Engem azért küldött, mert van szolgálatom. És igen, a farkasok között. És igen, olyanok között, akik nem szeretnek, vagy akiket én se tudok nagyon szeretni. Egyáltalán. De mindenkinek más ez. Más ez a terület, máshova fog küldeni bennünket. És az utolsó a felolvasott igényben arról volt szó, a Lukács evangélium 10. rész 9. versében, hogy a tanítványok elmentek, hogy gyógyítsanak, és hirdessék, hogy elközelített hozzátok az Isten országa. A tanítványi léthez ez hozzátartozik, ez a lehetetlen küldetéshez, az, hogy gyógyítsátok a betegeket. Hát kevesen vannak közöttünk, akik egészségügyi végzettségek, vagy orvosok, nem is sokan vagyunk, akik, vagy nem is sokan vannak, mert nekem nem adatott meg, hogy a gyógyítás ajándékát megkapjuk. Nem kapták meg a tanítványok sem mindegyik. Mégis ezt mondja nekik. Nem erről van szó tehát, hogy valami különleges ajándékot kaptak, és mindenkit tudtak gyógyítani egyébként. Később olvasunk arról, hogy például megkenték a betegeket olajjal, és úgy imádkoztak értük. Legalábbis Márk evangéliuma ezt mondja, hogy ezt így valósították meg. De mégis ott van, hogy meggyógyulni, a tanítvány lét lesz, hogy meggyógyul a lelkem. Lehet, hogy fizikailag gyenge vagyok, nehéz vagyok, de a lelkem békességet talált, és meggyógyult, és így tudok másokat is gyógyítani. Néha ez azt jelenti, hogy imádkozok értük, vagy velük vagyok, mellettük vagyok. Segítem őket, de gyógyítani. Jézusnak ez volt a küldetése bennünk, bennem, ezt folytatódik. Akkor is, hogyha nem vagyok orvos, legalábbis fizikai értelemben. Akkor is, hogyha lelkileg se úgy érzem, hogy én ezt meg tudnám tenni. Egyszerűen csak azért, mert Isten erre küldött el. Az életed akkor is gyógyító lesz, hiszen élet van benned. Ez az élet pedig gyógyít. Másokat is, nem csak téged, hanem másokat is. Jézus Krisztus rajtad keresztül is ezt el fogja végezni. Ez a tanítványi létnek a része. És igen, ez a 2024 ennek a formálódásában szeretnénk együtt megtenni. Hogy amit az Isten eltervezett, az betöltse. Hogy nem mondjuk azt, hogy hát ennyi elég. Ne elégedjünk meg avval, hogy jól el vagyunk egymással. Az akolban. A védett helyen. Ahol biztonságban vagyunk. Hanem merjük fölvállalni azt a küldetést, amit ránk bízott az Úr. Hogy mi a feladatunk, a szolgálatunk. És nézzünk fel. Lássuk meg. A problémás emberek mögött, vagy azokban az érett mezőt, ahova embereket, szolgáltatókat akar Isten küldeni.
hogy ebben a küldetésben, ebben a közbenjárásban benne legyen az életünk. Ne egy másik, egy része legyen az életünknek, hanem ez legyen az életünk. És minden más ennek a része lehessen. Így tanítson, vezessen bennünket a Szentlélek továbbra is. Amen.